Zenével és tánccal kezdődött a buli Apraja falván, aztán a mókázást egy varázslattal tönkre is tette Hókuszpók. A törpöknek ugyanis nem nyílt ki az iskolatáskájuk, így nem tudtak tanulni. Hogy feloldják az átkot, a Dózsa György általános iskola új kisdiákjait hívták segítségül, akik sorra mutatták be eddig tanult verseiket, mondókáikat, énekeiket és táncaikat. Ez volt a Dózsa iskola első sabató ünnepségének játékos kis története. Mindig nagyon-nagyon fontos az, de nem a pedagógusoknak természetesen, hanem a gyerekeknek és a szüleiknek az, hogy hivatalosan is dózsássá váljanak. Most is lehetett látni, hogy már reggel óta a gyerekek arra készülnek, úgyhogy igazi munkáról a napközben nem is lehetett beszélni, hiszen már azt várták, hogy mikor lesz 3-4-2, hogy le tudjunk idejönni, és a szüleik is itt voltak már jó fél órával a műsor előtt, hogy gatyába rázzák a gyerekeket, hogy fölöltöztessék őket. Népes kis gyereksereg lett gyűlt össze, 4 osztályban összesen 88 kisdiáknak szervezték meg az avató ünnepséget. A műsort a 4. bések tartották. Minden egyes osztály külön-külön produkcióval készül, mindegyikben a mozgási a főszerep, illetve azoké a mondókáké, melyeket megtanultak most az első másfél-két hónapban, úgyhogy mindenki abból hoz egy keveset, ami a másfél hónapnak a munkája. Igazán kitettek magukért az első A osztályosok is. Egyi Fanni elmondta nekünk, hogy eddig mennyire is tetszik neki az iskola. Nagyon-nagyon tetszik nekem. Mi az, ami tetszik neked? Vannak már barátok? Micsim? Vannak. Hát tanulunk, meg olvasunk, meg írunk. Mennyire izgultatok most az ünnepség miatt? Hát én nagyon. Mivel készültetek? Egy kis mondókás versikékkel. Fontos ünnep az iskolában az első savató, hiszen a sikeres próbatétel után hivatalosan is dózsás diákokká válnak az újoncok. Ez a tanév pedig különösen nagy jelentőséggel bír. A hagyomány az első savatásnak a következő, a negyedikesek egy kis műsorral készülnek, amellyel tulajdonképpen a gyerekeknek kedvet adnak ahhoz, hogy a Dózsa iskola tanulói legyenek. Most egy kicsit késve ugyan, de ez így minden évben így működik. És ebben az évben egy kicsit különlegesebb, mert más években én szoktam felkötni a gyerekeknek a nyakkendőt, illetve a 8. osztályosok. Ebben az évben viszont meghívtuk azokat a régi dózsás felnőtteket, akik annak idején 79-ben itt kezdték a Dózsa iskolát elsős diákként, és most ők lesznek azok, akik felavatják a kis elsőseinket. Iskola jelképét, a kék kendőt az intézmény történetének első évfolyamos tanulói kötötték fel, az egykori A-s, B-s, C-s diákok. A mostani déseknek pedig 2 szülő, akik szintén ide jártak a Dózsába, és ebben az osztályban kezdte meg most tanulmányait a saját gyermeke. Hát én 1980-ban kezdtem, és 88-ban fejeztem be itt az iskolát. Gyakorlatilag nem az első évfolyam voltunk mi, hanem a második, de ennek ellenére, mivel most elsős a kislányom, engedélyezték úgymond, hogy én is avathassam őt. Nagyon szép emlékek fűznek ehhez az iskolához, ez a tornaterem, ez gyakorlatilag nagyon szép emlékeket kelt bennem. Nagyon örülök, hogy a kislányomnak hasonló benyomásai lesznek majd az általános iskolában, és ugyanolyan jó tanulmányi úton tud elindulni, mint ahogy én is annó, itt alapoztam meg a tudást. Ez lényeges szempont. Mint az Kós Krisztina elmondta, neki a kislánya jár ide, így maradandó élmény volt az is, hogy ő maga adhatta fel gyermekére a dózsás kendőt. Ez nagyon nagy élmény volt. Számomra is meglepetés volt még az év elején, hogy erre sor kerülhet egyáltalán. Tényleg nagyon jó volt. És az is, hogy a gyerekeket ismerem, majdnem mindegyiket személy szerint, úgyhogy jó, ez egy életre szóló élmény. A jubileumi programok az egész tanévet jellemezni fogják, sőt, ezen a héten is bőven lesz még rendezvény, ugyanis most van a Dózsa hét. 40 éves az iskolánk, illetve ez a hét a Dózsa hét, ami szintén a 40 éves jubileumi egyében fog eltelni. Az első nap reggelén, a mai nap reggelén az nyitó műsorunkban is nosztalgiáztunk, egy kicsit visszatekintettünk a múltra, és minden egyes program valamilyen szinten a 40 évre visszatekintve fog megszerveződni. Csütörtökön például egy nagy vetélkedőt szerveznek, és koncert is lesz a gyermekeknek.
A hét zárásaként pénteken megválasztják a diákigazgatót, és a nyolcadikosok készülnek programokkal.